nem okoz gondot kifejelni onnan középről a labdát. Colli már elől, most aztán kamatoztathatja a gyorsaságát, Colli beviszi a 16-oson belőle, Colli gól helyzetben, vezet a Puskás Akadémia. Hát így kell csinálni egy korszerű kontratámadást, Collival egész egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, elképesztő gyorsasága van. Tulajdonképpen először egy, aztán két védő próbált őt utolérni, de nem sikerült. 1-0 a Puskás Akadémiának. Colli tehát a gólszerző. Már akkor, amikor ide rúgták előre a labdát, lehetett érezni, hogy ebből baj lehet, magam is emeltem a hangomat, és Colli úgy, hogy még labdát is kell vezetnie, lefutja a két védőt, hiába jön ki Nikolic, el tudja a lába között gurítani a labdát. Pedig már-már kezdett pont abba a pozícióba kisodródni, ahova az ember azt mondja, hogy már nem ideális a szög, de Collinak még az volt. 1-0 tehát.